Na! Sziasztok, emberkék! Hát itt vagyunk a következő részben, és amint látjátok, ennyire van kész a csapatunk. Ilyen játékosaink vannak. És akkor most jönnek pedig a középpályások, hiszen ők is nagyon fontos részei a csapatnak. Na, akkor mi kell várja? Transfer market. Hát én a MyClubot választom. Hiszen először is megnézem, hogy mik kellenek nekünk pontosan. Azt hiszem, hogy úgy csinálom, hogy most LM, CM, két CM kell először elsősorban, akkor legyen kettő CM. Jaj, miért megint ide jövök? Hát ezt nem hiszem el. Ajj! Na tehát akkor kettő darab CM kell nekünk. Tütütütün, transfer. Még mindig nagyon izgulok, előző részben is tök izgultam. Na. Hoppa. Transfer list, transfer market. Okéka. Bazeg, mindjárt elfelejtem már, mi kell nekem. CB. Azt hiszem, hogy CB kell nekem. Mindjárt kiderül, hogyha ismerős arcot látok, akkor nem. Martinez. Aha, ismerős arc, akkor nem. Vagy nem, a CB az a védő. Na várjál, mi van? Transfer market. Most megnézzük. Azt mondja. Igen, hogyha betölti még ma. CM. CM. Nem is CB, nem is CF, CM. Jaj, sose leszek kibékülve ezeket. CM. CDM. CM. Oké. Okay. Ó, mi van? Iniesta, ennyi a faszom van, 65 ezer. Herrera. Iniesta, 69. 70. Ajajajajajajaj, biztos itt lesznek még jobb játékosok kócsobban. De aztán nem biztos. ma, Csavi. Csak licitálni lehet. Nem akarok én licitálni, én most itt egyből játékos szeretnék. Ilyen egyszerű. 30, Csavi. Szia, Csavi, itt vagy a csapatomba. Fú, de nem fog ez nektek tetszeni, hogy én itt köttöm így a pénzt, szórom össze-vissza. Csecs Fabregas. Fabregast már megvettük egyébként. Úgy emlékszem. De ezt megint... Tehát, hogy lehet megint én mondok hülyeséged, én úgy emlékszem, hogy megvettük. Tiago. Tiago nem is lenne rossz amúgy. Már alapvetően ez egy jó játékos. Busquets. Szeretem Busquets, világ életemben szerettem. Kíváncsi vagyok, hogy játékban hogy játszik. Xavi Alonso. 31 ezer. Aj, Xavi, de te olyan öreg vagy már. Inkább akkor egy Tiagót 800-er, vagy 2800-er. Ja, Tiago jött 2800-er, leves kocka. Illara Medli. Illara Medli amúgy mennyi? 2000. Cazorla? 33000 Cazorla? La. Jó, megveszik még Cazorlát is, na. Jó, most már elég volt a CM-ekből, mert vettünk négyet, bazd meg. Úristen, mennyire pocsékolom a pénzt, mi? Nem baj, most jó az. Xavi, Cazorla, Sergio Busquets és Thiago. Store in all club. Na és akkor bemegyünk szépen a clubba. És akkor feltesszük a első kettő kis emberkénket. Az egyik egy Xavi lesz. A másik pedig Busquets. Nem tudom. Lehet Cazorlát kéne ide tenni.
Mert a kezorlá azért jobb. Nem? Bőven jobb. De ez is kiderül, emberkék. Nem tudom, kezorlá nekem ott. Hát mondjuk a barszások, tehát össze tudnak játszani. De lehet ez nem elég ám. Nézzünk már meg, mi lenne egy cserével. Semmi. Ugyanolyanok. Jó van, most kell egy LM és egy RM. Hát azért kemény, kemény kis cseréim is vannak. Cazorla itt szart játszik, ugye? Ó, persze. Ó, persze. Nem szereti azt a position, nem is oda tesszük, mert inkább veszünk oda játékost. LM és egy RM. Jobb és bal középpályás. Akkor legyen először egy LM. Ronaldo. 14 millió, szevasz. Silva. Jazé Rodriguez. Pedro. Na viszont Pedro azért, nem tudom, körülnézünk még a faszom. Veszi meg elsőre, mi? Cazorla. Nem, ahogy itt LM-et játszik, de viszont licitálós, meg se venném. No, de viszont itt 14 ezer Cazorla. Jaj, de hülye vagyok. Mindegy, mindegy. Kokei. Ki a faszom az a Kokei? Cazorla, azt a kurva mennyi Cazorla van. Rodriguez, ha mondjuk 76-os. Azért azt már azért na. Azért annál most már. Itt is 9000. Ezek is lehetne bizniszelni, hogy megvenném, és eladnám egy kicsit drágám. Nem sokkal, csak egy picit. 120 000 licitálós van, menj a faszomba. José Rodriguez. Nem. Nem. Jobbat fogunk venni akkor is, meg dolgozok a jobbért, nem érdekel. Szilva. Cazorla. Cazorlánk már van, csak nem ott játszik. Akkor lehet azt kéne eladnom. És megvennem őt. Jó, mindegy, megvettem még egyszer, a másikat el fogom adni onnan. Tudom, hogy ez kicsit azért, na, értem én, hogy jobban játszik a másik valamivel, de... De nem tudom, hogy a duplicate-et azt mennyire engedi egyébként, hogy két játékos legyen. Azon kívül, hogy az mély piros. 400 ezer! Okay, 400 ezer, persze. Tudod, ki adna érte 400 ezeret? Nézd meg, itt meg 6500. Mivel jobb a másik? Mindegy, egy kokét még megveszünk, és akkor most nézzünk egy LM volt most, akkor egy RM. Na tehát. És akkor nagyjából most lesznek meg az utolsó vásárlások. Ja nem, hát még logó, csapatmez, meg minden. Ó, még azt is ki kell találnom, hogy melyik legyen. Mert most a reálost kicsit meguntam. LM RM. Ú, de 11 óra van, én meg még itt játszok. Hát nézzétek ezt, gyerekek, hogy én mennyire egy megszállottja vagyok. Jesus Navas. Szevasz, Navas, jössz a csapatomba. Kell ezte. Joaquin, őt mondjuk pont eladtam. Mert nem kellett. Jesus Navas. Pedro. Ki lenne oda még jó? Piti. Az volt a neve, hogy Piti. Ez csak nekem fura, mi? Jesus Navas. Az az igazi. Calleón. 77? Menj a faszomba, mi 77? Biztos, mert ezek ilyen izében vannak, ilyen top csapatban, vagy mi a faszom ennek a neve. Tudom, hogy van ilyen hülye neve, csak én soha nem tudom ezek mik. Ezek a nevek, amúgy be kéne kapcsolni lehet a joystickot, mert nem sokára igénybe is vesszük. Ó, mondjuk még egy csomó mindent veszünk. Ja, mondjuk annyira minden nem. Maradt pénzünk bőven. Navas, Piti,
ki a faszom az a Piti? És te miért kerülsz 61 ezerbe? Egy Kalejónunk már van? Azt a kurva kokhely, itt is 425 ezer, mondjuk durván fejlődik. Pedro. De Pedro már van, nem? Na ezt viszont meg kell néznem. A bőség zavarában már se tudom, hogy van-e Pedronk vagy nincs. Barszásot kéne nézni. Mondom, Barszásot kéne nézni. Pedro itt nincs. Nincs amúgy itt fenn valahol. Nincs. Nincs is Pedronk. De én úgy emlékeztem, hogy van, vagy csak gondoltam rá, hogy meg kéne venni. Lehet, hogy csak gondoltam amúgy rá. Így is nem vettem meg. Kokély. LMRM, viszont kell nekünk még egy... Ja, még kell egy RM mindenképpen. És akkor az lesz a drága Pedro barátunk. Csak kéne egy nekem egy olyan, hogy... Szerintem azért most... Na, nem egy rossz csapat ez, szóval hogyha meglátja egy emberke elsőre így egy kicsit azért szerintem, na, befosik. Jó, lehet annyira nem utána, hogyha meglátja, hogy csapathoz képest nem játszok olyan jó, de lehet egy picit, na. Nincsenek olyan baszott nagy sztárjátékosok a spanyolok között, az a bajom egyébként. Drogba, ilyesmiket kéne vennem. Pedro, ott volt egy Pedro. Mennyi volt ott a Pedro? Jöhetsz! Jöhet a cica, megsült a hurka. Okay. Jó. Jó. Na, és akkor most rakjuk össze a középpályát. Kettő ember ott már ugye megvan. És akkor ide még jön, Illara Medli elzúzhat innen. És akkor pont ide fognak férni a játékosok. Nagyon erre az egy felállásra van most felépítve ez a izé. Pedrót egyből fel kellett volna tennem. Őt szeretném így kezdőnek, és akkor meglátjuk, hogy mit tud, illetve ki jöjjön még ide. Tudom, hogy kicsit az összhang itt se a legjobb, de... Koké vagy Cazorla? Cazorla, nem? Ja, de duplicate. Ó, oh, bazd meg. Akkor Kokély jön oda. Vagy Rodriguez. Akkor Koke. Jesus Navas. Jesus Navas. Oké. Akkor alapvetőleg oda se tudom majd tenni a izét, mi? Hát most így nagyjából jó a csapat, aztán mindegy. Nyomjuk neki. Cazorlát akkor... hol van nekünk egy olyan, hogy Cazorla? 85-ös CM. Cazorlát akkor elküldjük transferre, majd eladjuk. Most nincs időm veled foglalkozni. És akkor így feljöhet az én kis középpályásom, mint Cazorla. És akkor helyet cserélhet a Kukival. És akkor ide még kell nekem három játékos, hogy egyáltalán tudjak kezdeni egy meccset akár. Aha, de most elküldtem őket kispadra. Se. Transfer listára. És visszateszek hármat a kezdőbe. És akkor kik lesznek a... Illara Medlit visszatesszük. Illetve set to active. Nem olyan rossz az Illara Medli se, hogy... Erre. Viszont Lafitával is jó emlékeim vannak, tehát ő is benne van a pakliba, hogy Martinez, mi a faszt kereselte itt? Bent vagy már a kezdőbe, mi? Royo, drága barátom, te nem vagy spanyol, de viszont kibaszott jó vagy. Sanctu Active.
És akkor Martinez már egyszer bent van a csapatban, úgy emlékszem, azért kellett ezt csinálnom, és akkor így. Kázorlát megnézzük. 33 ezeret ér, akkor adjuk el. 30 ezer ér. Honnan induljon a licit? Induljon a licit. 20 ezer, jó az. Egy óra? Egy nap. Nincs szükségünk most nagyon pénzre. Jó, a többit meg most majd leszarjuk. És akkor gyerekek, úgy látszik, hogy még meg tudunk venni mindent most ebbe a részbe. Utána pedig tudunk már játszani ezzel a csapattal, tehát... Hogyha szeretnétek, hogy minél előbb játszak már a csapat, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra. Na, akkor mi kell nekünk? Logó, csapat, genyó. Ezt jól megneveztem. Mármint, hogy logó, ezt mondtam már. Fú, de este van már. Embléma, ez, még, na mindegy, mez kell, az a lényeg. Player, és legyen akkor először is. Benji's. Hát akkor először csak egy Benji kéne. Ja, de nem is így kéne, te hülye. Legyen a Real. Legyen a Real. Úgyis Real Madrid. Jóval legyen, nem érdekel most, na. Nem is olyan szar ez a csapat. Jó, a Real lesz, kész. Eldöntöttem. Úgy kéne. Player. Ja, de ezek csak playerök, akkor ott voltam jó az előbb. Ahol voltam. Carvaj. Menj a faszomba. Ja, de mondjuk nem is tudnám játszatni hol. Modric. Őt mondjuk tudnám, de horvát. Azt szeretném, hogy teljes összhang. És hát a viszonylag teljes, tehát az a 10%-osan nincs összhangja, azt mondom, jó! Na, akkor nem player, hanem Kit and Benji's, és itt pedig Any, és akkor mindkettőt megveszik egy csapásra. Liga BBVA, hol van a, ott van, és Real Madrid, ó, ez már tudja, mit akarok, látjátok? Ó, de jó ez a barszás, mert... Rohadjak meg, reálos vagyok, de tetszik nagyon ez a barszás mez. Kéne egy izé, egy barszás meg egy reálos mez, az mekkora lenne. Na jó van. Szia, reál mez. Hol a vendégmeze? Jaj, de miért nincsen beállítva, hogy csak reál? Itt van a vendégmez. Jaj, de ez meg Bujnov nincsen. Legyen Bujnov, és nincsen Bujnov, beszarsz neki. Reálos, mert hogy barszás, az meg már rég meg lenne, még olcsóbban is. Mindegy. És már ez mellett döntöttem, de nézd meg, barszásból több van fenn. Ó. Oh. Kurva anyádat, hogy licitálni kell. Nincs kedvem visszamenni, és úgy... Ó, oh, hát ezt nem hiszem el. Mindjárt még egy oldalt ezen kívül megnézek, ha nem lesz reálos cucc. Jó, nincs a reálos cucc, visszamegyünk és beállj. De ott volt, hogy csak reálos, nem? Figyeld, ott van. És megint ki kell keresni, beszarok. És, de az előbb ott volt, hogy reál, én láttam, ti is láttátok, tuti. Real Madrid. Real Madrid. Akkor már vettünk egy hazai mezet. Mezet. Nem tudom, hogy kéne mondani. Nézd meg! Az anyátokat! 4000 nem érdekel, megvesszük. Igen. Ó, ezt nem hiszem, hogy komolyan nem találok amúgy. Apá, itt vannak Benjinzek. De... Nem állni. Komolyan nincsen amúgy olyan, hogy izé. Esküszöm, adok érte sokat, csak... Add már oda! De azért még nézzünk körül, aztán tényleg nem találunk, akkor lesz az.
egyelőre játszunk a ebbe. Nem áll, hogy nincs. Ez milyen szopatás? Ez ilyen direkt szopatás? Az hát mi? Az Isten se akarja, hogy én izé legyek. Ezt nem hiszem el, geci. Egy olyat nem lehet találni, ami Buitnov. Boom. Boom. Shakalaka. Boom. Na végre. Na ezt ma szeretem. Egyné minden mehet a klubba. Jó sok pénzt elherdáltam, mondjuk csak a felét. Tehát viszonylag jó vagyok. Mondjuk nem is vettem olyan baszott, híres, nagy, óriási sztárokat, de azért egy elég jó csapatot tudtam összehozni. Na, és akkor állítsuk be szépen. Hát a Hamkit az most már más lesz. Lányok, a Benji is, Reál, sőt, még a név is. Real Madrid. Kész. Ez meg... RLM. Ennyi. Ennyi. Stadion. Stadiont akartam még venni, de egyelőre szerintem játszunk így, na. Jó van gyerekek, akkor innen folytatjuk a következő részbe, és akkor ki is próbálunk egy meccset, sőt, játszunk kettőt is. Na köszönöm szépen a figyelmet, pisztácia, sziasztok!